Sziasztok! A mai videóban ismét babás témáról lesz szó, mégpedig a hozzátáplálásról, ami úgy vettem észre, hogy főleg első babás anyukáknak komoly fejtörést tud okozni, illetve úgy tapasztaltam különböző fórumokat olvasgatva, hogy ez egy eléggé megosztó téma. Úgyhogy a mai videóban megosztok veletek néhány hasznos tippet és tanácsot, illetve az én tapasztalataimat is. Ezt a videót a Philips Aventtel együttműködve készítem, ezúton is nagyon szépen köszönöm nekik a támogatást, és remélem, hogy hasznos lesz nektek ez a videó. De még mielőtt belevágnánk, hogyha még nem iratkoztatok fel a csatornámra, akkor nagyon örülnék neki, hogyha a feliratkozás gombra kattintva megtennétek ezt, illetve kövessetek Instagramon és Facebookon is, minden elérhetőségemet megtaláljátok a videó alatti leírásban. Az első tanács, amit adni szeretnék így a hozzátáplálással kapcsolatban, az az, hogy ne rohanjatok és ne siessétek el. Ugye a WHO 6 hónapos kortól javasolja a hozzátáplálás megkezdését, de én úgy vettem észre, hogy az anyukáknál olyan ez az egész, mintha valami verseny lenne, aminek az a célja, hogy a baba minél hamarabb töltött káposztát egyen. Illetve sajnos sokszor a család meg az ismerősök hozzáállása sem segít, amikor azt kérdezik folyamatosan, hogy eszik-e már ezt meg azt a baba. Az az igazság, hogy nekem meg sem fordult a fejemben, hogy 6 hónapos kor előtt megkezdjem a hozzátáplálást. Nyilván minden baba más, de én azt mondom nektek, hogy csak azért, mert a rokonok azt mondják, meg látjátok, hogy más baba már ezt meg azt eszik, ne rohanjatok a hozzátáplálással. Sőt, én igazából azt mondom, hogy akkor sincsen semmi probléma, hogyha nem kezditek meg 6 hónaposan a hozzátáplálást, hogyha egy picit csúszik, szerintem abból még nem lesz probléma. Az a lényeg, hogy figyeljétek a babátokat, illetve a jelzéseit, és akkor nem lesz gond. És igazából a második tanácsom pontosan ez, és talán ez a legfontosabb lett, hogy ezzel kellett volna kezdenem, hogy figyeld a babádnak a jelzéseit, azt, hogy hogyan reagál a kóstoltatásra, az új ízekre, az új textúrákra. Ha úgy látod, hogy nem igazán tetszik neki az az egész, nem fogadja jól ezeket az új dolgokat, akkor tarts egy kis szünetet, várj pár napot, és utána próbáld meg újra. Nálunk például Lilinél tök jól indult a hozzátáplálás, aztán néhány hét múlva valamiért így megrekedt a dolog, és egyáltalán nem akart semmilyen új ízt elfogadni, úgyhogy akkor azt csináltam, hogy pár napig csak azokat a dolgokat adtam neki, amiket szeret, amiket tudtam, hogy elfogad és megeszik, nem erőltettem semmi újat, úgyhogy így gyakorlatilag néhány nap alatt rendeződött a dolog, pár nap múlva újra megpróbáltam új ízeket, és akkor már elfogadta őket. A harmadik tanácsom az az, hogy ha van rá lehetőséged, akkor szerezd be valamilyen pároló, mixelő, babaétel készítőgépet, mint például a Philips Aven 4-1-ben pároló, illetve turmixológép is, mert tényleg nagyban meg tudja könnyíteni a hozzátáplálást. Mondom ezt úgy, hogy amíg nem próbáltam ki ezt a gépet, addig én azt gondoltam róla, hogy ez egy teljesen felesleges dolog, és csak a helyet foglalná a konyhaszekrényen, de egyáltalán nem így van. Az az érdekes, hogy sokaktól hallottam azt, hogy ilyen gépet inkább elsőbabás anyukák szoktak venni. Na most megmondom őszintén, hogy nekem Lilinél meg sem fordult a fejemben, hogy beszerezzek egy ilyen gépet, mert hogy egy gyerek mellett én még simán elfőzőcskéztem, viszont így két gyerek mellett rendszeresen úgy jártam, hogy oda tettem párolni a kis edénykében a tűzhelyre a zöldségeket, és aztán persze mindkét gyereknek hirtelen egyszerre kellettem, a tűzhelyen ott maradt a zöldség, jól odaégett, és ezt nem tudom én hány alkalommal eljátszottuk, és akkor már elgondolkodtam azon, hogy be kéne szerezni egy ilyen gépet, mert ez így nem állapot, és ekkor keresett meg a Philips Avent az együttműködési lehetőséggel, és megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon megörültem neki. Az Aventnek egyébként több ilyen készüléke is van, én végül a 4-1-ben kombinált pároló és turmixgépet választottam, és nagyon meg vagyok vele elégedve, mert tényleg nagyon egyszerű használni, csak összevágom a hozzávalókat. Öntök a gépbe megfelelő mennyiségű vizet, beállítom az órát, ez is megvan adva, hogy mit mennyi ideig kell párolni, és utána indulhat is a párolás. Ezután egy egyszerű mozdulattal megfordítom a poharat, és indulhat a turmixolás. Lehet ugye teljesen pépesre turmixolni, de akár kicsit darabosra, vagy nagyobb darabokra is, attól függően ugye, hogy a babánk éppen mennyire fogad már el darabos ételt.
Olyan is van, hogy csak simán turmixolásra használom a gépet, hogyha például uzsonnára valamilyen gyümölcspürét szeretnék készíteni, de amúgy csináltam már benne magamnak is smoothie-t, illetve turmixot. Szóval tényleg egy nagyon egyszerűen használható és nagyon szuper kis gép, még a férjem is azt mondta rá, hogy tök jó, pedig ő nagyon kritikus az ilyen különböző babacuccokkal szemben, és megmondja, hogyha valami tényleg felesleges, de ez még neki is bejött. A negyedik tanácsom pedig az, és ez is inkább elsőbabás anyukák számára lehet hasznos, hogy keress egy számodra szimpatikus hozzátáplálási táblázatot, és haladj a szerint. Ilyeneket lehet találni interneten is, de a védőnőd vagy a gyerekorvos is tud ebben segíteni, de az a lényeg, hogyha kiválasztasz egy hozzátáplálási táblázatot, akkor tartsd magad ahhoz, ami abban van, és a szerint haladj, ugyanis az egyes táblázatok között lehetnek eltérések, és ez bizony bezavarhat. A plusz egy tanácsom pedig az, hogy ne stresszelj rá a hozzátáplálásra. Sok anyuka az első kóstoltatási kudarcok után teljesen rágölcsöl erre az egészre, és ez sajnos kihatással lehet a dolgok további menetére. Bármennyire is elcsépelten hangzik ez, hogy ne stresszelj rá, ez tényleg nagyon fontos, mert a babád igenis megérzi azt, hogyha ideges vagy, és akkor bizony tényleg nem lesz egyszerű. Egyébként én magam is elkövettem ezt a hibát Lilinél, ugye első gyerek, az ember még egy csomó dologban bizonytalan, nem tudtam, hogy jól csinálom-e, és bizony ez hatással volt a hozzátáplálásra, viszont szerencsére Vincénél már nagyon simán megy minden, lekopogom. Nyilván az is benne lehet, hogy már második baba, van már azért tapasztalatom a dolgokban, de remélem, hogy a továbbiakban sem lesz gond. Ennyi lett volna ez a mai videó, hogyha van bármilyen tippetek vagy tanácsotok a hozzátáplálással kapcsolatban, akkor kérlek, hogy írjátok meg kommentben, mert biztos vagyok benne, hogy nagyon örülni fognak neki azok az anyukák, akiknél most éppen aktuális ez a téma, illetve hogyha van bármilyen kérdésetek, akkor azt is nyugodtan írjátok meg. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!